Szerdán jelentették be, hogy a jövő év elején bezárja nyíregyházi gyárát az Electrolux. A háttérben a cég vezetése szerint a megváltozott üzleti környezet és a kereslet csökkenés áll. A döntés 650 munkavállalót érint. Szomba Sándor foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár pénteken személyesen tájékozódott a gyárban kialakult helyzetről. A kormány részéről mind foglalkoztatáspolitikai, mind iparpolitikai szempontból vizsgáljuk a helyzetet, tehát folyamatosan tárgyalni fogunk az érintettekkel, hogyha egy hajszányi esély is van arra, hogy esetleg a gyár tovább működtetését valamilyen módon sikerül megoldanunk, akkor természetesen ebben mi partnerek vagyunk. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor nyilván az a célunk, az a feladatunk, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy az itt dolgozó emberek és az ő családjaik biztonsága továbbra is biztosítva legyen. Ugye egy éves távlatról beszélünk, tehát ugye 2024-ben fejezi be, vagy 23 év végén fejezi be a termelést a gyár. Ez ugye lehetőséget ad arra, hogy közösen átgondoljuk a dolgainkat, milyen módon, hogyan tudunk segíteni azokon, akikre a legnagyobb szükség van. Ami a fontos információ az, hogy munkából munkába szeretnénk az embereket segíteni. A politikus szerint, bár egy ilyen helyzetben sohasem könnyű a munkavállalóknak, a gyárban dolgozó képzettsége és munkamorálja segítheti őket egy új munkahely megtalálásában. Ami ugyancsak biztató, hogy ha megvizsgáljuk a Nyíregyházi, vagy Szabolcs-Szatmár beregevi munkaerőpiaci helyzetet, akkor azt tudom mondani, hogy jelen pillanatban is nagyjából a megyében olyan 1600 üres álláshely van a versenyszférában, és az idei évre nagyságrendileg az itteni beruházások kapcsán mintegy 2000 új munkahely létesül, tehát matematikailag ugye összehozható ez a két szám, de nem ilyen egyszerű ez a történet természetesen, és azoknak, akik pedig ugye itt dolgoznak, ez mindenképpen egy nagyon súlyos veszteség. De ennek ellenére azt tudom mondani, hogy a gyár vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy egyrészt az embereket, amíg szükséges, itt tartsa, másrészt pedig ugye olyan a kollektív szerződésen felüli olyan bónuszrendszer dolgozott ki, amivel anyagilag is érdekelté teszi azokat, akik jelenleg itt dolgoznak, hogy tovább maradjanak. Január 1-től egyébként, ahogy az igazgató úrtól megtudtam, 16%-os béremelést hajtott végre a gyár, az itteni gyár egységesen mindenki számára, ami nyilván megint csak egy pozitív dolog. Mint Szomba Sándor elmondta, azt kérte a gyár vezetésétől, hogy napi szinten tartsák a kapcsolatot. Az államtitkár információi szerint a vezetők pénteken is tárgyaltak az üzemi tanáccsal és a dolgozókkal. A körülményekhez képest nyugodt hangulatban igyekeznek megtalálni azt a megoldást, amely a legoptimálisabb mind a munkáltató, mind a munkavállalók számára.